Ez a spanyol iskola sok más iskolához hasonlóan digitális technológiákkal teszi hatékonyabbá az oktatást. Valójában azok is diákok, akik kifejlesztették a tanítás innovatív módszereinek jelentős részét. A sevillai Itaka iskola diákjai gyakrabban használják hordozható digitális eszközeiket, mint a tankönyveket. Csoportokban tanulnak, felhőbe mentett dokumentumokkal dolgoznak együtt az iskolai feladatokon, akár az iskolában, akár otthon. Tantervükben is szerepelnek innovatív módszerek, mint például a robotika. Tizenévesként hozzánk nagyon közel állnak ezek a technológiák. Jobban bevonnak minket az iskolai feladatokba, mintha csak könyvet és füzetet használnánk. Szakértők szerint a jövő munkahelyeinek 90%-ához digitális ismeretekre lesz szükség. Épp ezért elengedhetetlen már az iskolákban, hogy a diákok a mindennapokban szerezzenek tapasztalatokat. Soha nem álltunk meg, hogy kielemezzük a digitális módszerek használatát, spontán kerültek be a tanításba. A jövőben már érdemes lesz átgondoltan tervezni ezekkel. Az itakai iskola az egyik a 650 európai iskola közül, ahol tesztelik a Selfie nevű önértékelő rendszert. Ez név nélkül gyűjti össze a diákok, a tanárok és az iskolavezetők véleményeit. Segítségével egyéni jelentés készíthető a technológia használatának iskolai tapasztalatairól, erősségekről és gyengeségekről. A Selfie-ben igyekszünk teljes rálátást nyerni a technikai tapasztalatokra a rendszerről, az eszközökről, a Wi-Fi-ről épp úgy, mint a tanulásról, tanításról, a diákok tudásának felméréséről, együttműködésről. A Selfie kifejlesztését az Európai Bizottság támogatta. A bizottság közös kutatóközpontja és oktatásügyi főigazgatósága közösen dolgozott számos európai szakértővel. Az eszköz bármelyik iskola számára elérhető, nem csak a digitális bajnokoké. Használata ingyenes és nagyon egyszerű. A Selfie az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési tervének része. Célunk, hogy 2019 vége előtt 1 millió felhasználója legyen. Iskolák, tanárok és diákok az EU tagállamaiból és a Nyugat-Balkán országaiból. A Selfie már 24 nyelven elérhető. Október végén a varsói Klementina Hofmanova gimnáziumban mutatták be hivatalosan. Hamarosan újabb nyelvekkel bővül, elkészül a szerb, az orosz, a grúz és a török verzió is. Az eszköz rögtön megmutatja az iskoláknak, hogy hol tartanak a digitális oktatás terén. Iskolaigazgatóként nagyon fontos tudnom, hogy milyen szinten áll az intézményünk, a diákok, a tanárok és a felszereltség szempontjából. Hihetem azt, hogy jól áll az iskolánk, miközben kiderülhet az ellenkezője. Ezt segít ellenőrizni a Selfie. Mivel minden iskola különböző, a Selfie használatát magukra szabhatják az intézmények. Opcionális kérdések könnyen beiktathatók, hogy az eszközt az adott iskola módszereihez adaptálják. Ez egy nagyon rugalmas és moduláris eszköz, ami valóban a könnyű iskolai használatra készült. Használata nem arról szól, hogy el kell érni egy célt, vagy jobbnak kell lenni egy másik iskolánál, hanem az adott intézmény számára nyújt valós önértékelést a digitális oktatási módszerek használatáról. A Selfie-t bármelyik iskola kipróbálhatja az Európai Bizottság honlapján.